Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit Balaton györökön. Kezdjük az Óm Nám", Nám mantrával a mai darmabeszédet is közösen hétszer. Oh. nyugaton buddhizmusnak szoktuk nevezni azt, amikor valaki Sákyamoni buddha hagyományvonalába, illetve az abból elágazó hagyományvonalakba tartozik, vagy ott gyakorol. És ez a vallásosság látszatát kelti, azért, mert van transzcendens tartalma, vannak hitelvei, van gyakorlata, és hát van erkölcsi-etikai értékrendbeli hozadék. Viszont, hogyha az ázsiaiak szempontjából megnézed, olyan, hogy buddhizmus, olyan nincs. Olyan van, hogy buldó, a buddha útja, vagy a jó, a buddha tanítása. A bulcsá az pedig az, az ember, aki a buddhát követi. Tehát vannak követők, van út, és van tanítás. És innentől kezdve a nyugati paradigmák nem tudják rendesen felfogni, hogy valójában mit csinálunk. A nyugati vallási valom az a religióból származik, ami azt jelenti, hogy újra kötni. A ligare, ligamentum, az a kötés, a fogás, és ezt újra valahogy az ég és a föld, az ember és az Isten között szeretnénk újra kötni. A buddha útja semmi más, mint a szenvedéstől való megszabadulás és az igazi önvalónk tapasztalása. Itt csak az akadályokat kell elhárítani, amely a saját dualisztikus gondolkodásunk, önképünk és a többi. Nyugaton csak vallani kell. A monoteisztikus vallások csak a te vallásodat, hitedet kérik számon, hogyha te odatartozónak mondod magad. Viszont nem beszélnek sokszor azokról az akadályokról, amelyek a lelked mélyén szúnyadnak. És így a religió, az újrakötés úgy működik, mint hogy egy állandóan szétmenni készülő hordót újabb és újabb ráfokkal veszel körül. De a hordóban lévő nyomás, a lélekben levő békétlenség, az azt tápláló dualitás, illúziók, azoknak a mélyére, mint azonosulása nyugat nem attól le, Miért nem teszi ezt? Mert hiányzik az út fogalma, és ezen kívül hiányzik az, amit úgy hívunk, hogy a világ tudat általi teremtettsége. Amikor az Avatamszak a azt olvasod, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt, az így elméletben körülbelül annyit ér, mint amikor azt hallod nyugaton, hogy mindent Isten teremtett ugyanannyira távol van tőled. A tapasztalás viszont elvezethet oda, hogy te félreteszed a hamis önképeidet, az ebből fakadó kapzsiságot, haragot, a szenvedés egyéb gyökereit, és ezáltal a hordó ráfok nélkül egybe marad. A lélek belső békéje, nyugalma már elég ahhoz, hogy egy kohéziót, összetartó erőt Tapasztalj magadban, illetve magad és a világ között. A magadban lévőt úgy hívják, hogy integritás. Ha az ember ellentétes dolgokat mond, mint tesz, gondol, mint érez, akkor előbb-utóbb a belső feszültségei szét akarják dobni. Hogyha magadban rendet akarsz tenni, akkor nézd meg, hogy a gondolataid, az érzelmeid, a szavaid és a tetteid egy irányba mutatnak el. És ha igen, akkor előbb-utóbb belőbéke lesz, előbb-utóbb az akadályaid elhárulnak. De hogyha az integritásod nincs meg, akkor nem érzed magad a helyeden, nem érzed önmagadat helyesnek, tehát az eredetiség az hiányzik. Valaki másnak az életét éled, valaki másnak a szerepét játszod, és ez egy, ez egy ilyen kérekszerű rétegzett, de magnélküli lét. És hogyha nincs meg az integritás és nincs meg az eredetiség, akkor nincs meg az a fajta hitelesség, amit magad és mások egyaránt szeretnének, hogy megbízhassunk egymásban, megbízhassunk önmagunkban. Ehhez viszont egy olyasféle nézőpontra van szükség, hogy ezért tehetünk valamit. Tehetünk valamit fizikailag, energetikailag, tudatilag. És ezért kanyarodunk vissza az úthoz, ahol menni kell. Nem pusztán olvasni és tudni és művelődni kell, hanem menni kell. És az, hogy hova mész ezen az úton, amikor már Kínában a buddhizmus tényleg több száz éve jelen volt, akkor megszületett az a fogalom, hogy a tiszta föld. És a tiszta föld az a nirvánának is az ekvivalence, ahol nincs élet és halál, nincs kötelező keletkezés és megszűnés, nincs szenvedés, és ezért nagyon rokon a nyugati mennyország fogalommal. A nyugati az sokkal kevésbé definiált, mint a keleti. És ennek a tiszta földnek, szanszkritul szukhávati vjúha, ahol a legfelsőbb boldogság van, van egy buthája, amit úgy hívnak, hogy a mérhetetlen, aki térben és időben végtelen. Ez az mida, a nem mérhető. Mida, mitra, méter, és előtte a fosztóképző. És ebből volt később az amitápha kultusz. És hogyha megnézed, nagyon sok buddha mögött van humán inkarnáció. Például a Sákjamuni buddha, Bodhidharma, Padmasambhava, tehát nagyon sok humán alakú felébredett volt. És amit áphabud, ha mögött nincs humán inkarnáció, mert mérhetetlen, foghatatlan, mert közvetlenül a nem keletkezettet és a nem megszűnőt képviseli egy szobor alakban, és az az érdekes, hogy az ő késztartása a tanító mudra. Az a mudra, amely az energiát felfelé vezérli a zárt nádikon keresztül, a tanítás helyére ide-föl a krániumba. És úgy tűnik, hogy a tanulás és tapasztalás által juthatunk el a tiszta földre, amely az élet és halál meghaladása. Ezt a tiszta földet ne tessék semmilyen tulajdoni lapon keresni, mert nincs. Ez nem keletkezett, nincs aranykorona értéke, nincs térmértéke, nincsenek határai, kerítése és nem a földhivatali munkások felelnek érte. A te tudatodnak a talajában van az a lehetőség, hogy ebből te tiszta földet varázsolj, hogy a téves nézetek és hamis azonosulások magvait te ebből kivedd. És ha ezt megteszed, akkor a tudatod talaja tiszta lesz, mentes az újraszületés kényszerű egoisztikus csíráitól. És ezért az élet és halál körforgásában van választásod. Hogyha megnézitek az N iránytűt, ott beszélnek a tíz irányról, vagy tíz világrészről. Ez szó szerint a hat keletkezett birodalom, melyből mi a fizikai érzékszervénkkel kettőt látunk. Az emberét, meg az állatét. A kettő eléggé kapcsolódik, mert egy térben és egy időben vagyunk, még akkor is, hogyha az állat az ólban van, vagy az erdőben. De ugyanazt a levegőt lélegezzük, és ugyanazon a földön terem takarmány és a haszonnövény, vagy az zöldség, amit megeszünk. Tehát a bioszféránk nagyon-nagyon kapcsolódik. Ami fölött van, és ez alatt van, még kettő, illetve kettő, ezeket fizikailag nem érzékelhetjük, a tudat finomabb. Funkcióival lehet ezt érzékelni, de ez a hat félistenek, istenek fölfelé, és démonok és pokollakók lefelé, ez a hat keletkezett világ nem a tiszta földhöz tartozik. Miért? Mert itt még kényszerű körforgásról van szó. A karmád erősebb, mint a tudatod tisztasága, jelenléte és uralma. És éppen ezért, az e fölötti négy világ, amely így a tíz irányt kiadja, már mentes a születés és halál kényszerétől. A felső négyet úgy hívják, hogy a hallgatók, srávakák, pratyéka buthák önerőből megvilágosodottak, buddhiszatvák, a földre visszatérők, és budhák, akik már csak tudatban léteznek, és nem születnek többet újra. Ez a négy, ez nem szint, hanem inkább egy nagy tortának a négy szelete. És azt a praktikus üzenetet és tanítást hordozza, hogy ha te el akarod érni a születés és halál kényszerétől való megszabadulást, akkor nagyon jól kell figyelned és hallgatnod, önerőből kellene járnod az utat, megtanulni a tant és elérni a felébredés valamilyen szintjét, Segítened kéne másokon, mint bóthiszatva, mert a személyes megszabadulás nem képzelhető el mások segítése nélkül, és utána pedig a buddha állapotot mélységesen tisztelve rá kell jönnöd, hogy az eredeti tudat nem név és nem forma, nem tér és nem idő, nem mérhető, mert a mida, tehát mérhetetlen. És ez az, az amitápha, ami a napnyugati tiszta föld, nézd meg, hogy már a napnyugatot is rátették, mint attribútum, az a felülmúlhatatlan boldogságnak a helye, mert ott nincs dualitás, ott csak egy egyévált állapot van. Ennek az elérése az az út. Az a gyakorlat, amit azzal folytatunk, azzal a hagyományjal, technikával, amit éppen a tanítónk tanít. Tehát semmi más dolgunk nincs, mint azt az eredetiséget megkeresni magunkban és a világban, amitől ez az egyévállás bekövetkezik, nem úgy, hogy a ráfokat szaporítod a hordón, miközben a hordó szét akar menni, hanem a hordóban lévő nyomást csökkented. Ez a kín nyomása, a szenvedés, a kapzsiság, a harag nyomása. Ezt lehet érezni az emberek jelenlétéből. Bejön valaki a teredbe, és nagyon jól érezhető, hogy a jelenlétében mi történik. Nagyrészt szavak nélkül. Csak amit karmát behozott a tudattalanyában, még nyitotta a száját, és már tíz méterre akarsz gyorsan elmenni, mert úgy érzed, hogy nem tudott tartani a saját kuszodat, mert elvette. Azért érdemes az eredethez visszatérni, a Csákjamuni korábban semmi ilyesmiről nem volt szó. Nem volt szó nyíló lótuszokról, nem volt szó tiszta földről, nem volt szó talán még így, ahogy mostanában említjük, nirvánáról sem. Remélem minden hagyományvonal ideáját sikerült kidurantani, mert az eredeti tanítás nem szavakban, ideákban, nevekben és formában nyilvánult meg, hanem jelenlétben. A Kundun nevezetű tibeti szó, őszentségének a Dalai Lámának az egyik neve, az azt jelenti, hogy jelenlét. És itt szeretnék a zen négy alapelvére visszatérni a bevezető végén, hogy ha ragaszkodsz az írásokhoz, akkor ragaszkodsz a termékhez. És nem jutsz el teremtőhöz. Tehát ezért az első alapelv, hogy ne támaszkodj az írásokra. A második, hogy tegyél félre minden ideát. Legyen az bármiféle szimbólum, rendszer, fogalomkör, és közvetlenül irányulja az ember tudatára. És lehet különböző kapukon keresztül menni, lehet különböző fokozatokat venni a tanulásban. Előbb-utóbb el kell jutni odáig, hogy ebben a pillanatban van minden. Ez közvetlen az ember tudatára való irányulással tapasztalható meg. A harmadik pedig, hogy a felébredés egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával. Hát amikor már a tételes vallások lehűtötték az eredeti szellemiség ősrobbanását, ugye több száz éves kínai buddhista fejlődést mondtam, de az már bőven 1500 évvel Sákyamuni után volt. Már 84 ezer szútrát megírtak, már több tízezer templomot építettek, már több millió buddhista volt, akiknek el kellett magyarázni röviden, világosan, egyszerűen, hogy mi a tan. És ekkor bejöttek a rendszerek, bejöttek a szimbólumok, bejöttek szobrok, bejöttek különböző praxisok, hogy érthesd is, és ne csak tapasztalat útján, vagy jelenlét útján tanult. És így elkezdtünk távolodni attól az eszenciától, vagy lényektől, amely mindannyiunkban ugyanaz. Tehát már több minden volt a felébredés, és nem csak igazi önvalónk tapasztalata. Akkor már elmondtuk a történetét, kijelöltünk egy helyet, ahova megyünk, kijelöltünk egy üvtant, amit követünk, és ezek mind-mind másod-harmad-negyedleges keletkezések. És ez minden vallásra jellemző. És ezért vissza kell térnünk ahhoz az eredeti szemléletmódhoz, tudatállapothoz, ahonnan ezek keletkeztek. Értsük meg, hogy ezek a rendszerek nem rosszak és nem jók. Ha jól használod őket, segítenek, ha ragaszkodsz hozzájuk, akadályoznak. De semmi más dolgod nincs, mint visszatérni abba az állapotba, ahonnan ezek keletkeztek. Akkor követed az ősök útját. Az ősöket nem lehet követni, de azt az utat, amit ők kiártak, azt lehet. És a negyedik alapelv pedig a tudattól tudatig való közvetlen átadás. És ez az, amit itt, főleg Európának így a keleti végén, nagyon-nagyon félreértünk. Azt hiszük, hogy valami egyszerű beavatással, felhatalmazással, különleges szertartással ez megvalósul. Nem. Ez közös gyakorlattal, az egymás Jelenlétében elvégzett visszavonulásokkal hosszú évek alatt valósul meg, amelyet aztán a tanító elismer, hogyha te olyan szintre jutottál. Általában föl szoktuk cserélni a kaput a szobával, a címkét az üveg tartalmával, a jelet a valósággal a szavakat a tettekkel. Ezeket össze szoktuk keverni, és ez a szenvedés egyik formája. Tehát igen, láttam olyan hongkongi hithű gyakorlót, aki nagyon vékony volt már, mint egy lakótelepi remete, ott élt egy házban, a több tucat emelet közül az egyikem, és egy ilyen kis beégetett áramkörből fejhallgatón hallgatta a námu mantrát, 24 órán keresztül. Az az ember az olyan tiszta lelkű volt. -e? A légynek nem tudott volna ártani. Ez a vasárgyal együtt 45 kiló típusú giznyavékony, teljesen jámbor lélek, aki tudja, sziklaszilárdan tudja, hogy a halála pillanatában is a námoamitábul mantrát fogja recitálni, ahogy mi is a halotti szertartásokon, mert tudjuk, hogy a, az, a lelket, azt egy magasabb létállapot felé küldjük ezáltal. Igenis, így ebben a kontextusban van tiszta föld. Oké? Okay? Nagyon fontos látni ezt. És ez az ember ott a Kongi zenközpont mellett már semmi mással nem foglalkozott, csak ezzel. Készült az átmenetre, készült a testének a levételére. És kívánom azt, hogy mindenki nagyon lássa, hogy milyen életszakaszban van. És a gyakorlatot ennek a letisztítására használja fel. Alapvetően van egy teremtő, egy megtartó, és egy letisztuló vagy elpusztuló fázis. Attól függ, hogy a karmáddal milyen viszonyban vagy. A teremtés az az első 34 év. Az első 17-ben ismétled, amit karmaként lehoztál, és a szüleid próbálnak neked segíteni, meg a környezeted, aztán állítólag nagykorúvá válunk, és elindulunk az élet eltérő rögösség útjain, és 34 éves korunkra azért illik elérni a teremtő potenciált valamilyen szinten, és tenni a dolgunkat most már tényleg az életcéllal, a családdal vagy csoporttal, attól függ, hogy kiket választottunk. 51 éves korban már az első tanulságoknak meg kell lenni. Tehát most már nem lehet ugyanazt a hülyeséget elkövetni, mint egy Szaturnó ciklussal az előtt. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy az életciklusaink azok valamilyen haladást mutassanak. A 68 már az ezüst. 68-tól fölfelé nagy paradigmaváltást senki nem hajtott végre. Hanem elkezdte az unokáit vagy a tanítványait már más minőségben tanítani, mert akármilyen állapotban vagy, már sokkal kevesebb van előtted, mint mögötted. És az ötödik 17 év, 68 85-ig, az már az unános ciklus vége, és gyakorlatilag a végső átadásnak az időszaka, akár nagyszülőként, dédszülőként, nagy tiszteletű szerzetesként, tanítóként, teljesen mindegy. Ekkor szoktunk mindent odaadni. Ekkor szoktuk már áthagyományozni mindent, és készülni arra, hogy amikor az inkarnációnak természetes módon vége van, akkor megyünk. Hölgyeim és Uraim, megyünk. Senki nem marad, itt. mindenki megy. És az igazi kérdés, hogy hová mész? Mert, hogyha a tiszta földre szeretnél menni, ahhoz nagyon komolyan kell gyakorolni, és a karmádat teljes mértékben megtisztítani, hogy a döntéseid tényleges választást jelentsenek, és nem csak valami felszínes gombnyomogatást, miközben a karmádnak a veleje a nagy része változatlan. Szunkszer mindig azt mondta irányvétel, irányvétel, irányvétel. Tudod, hogy hova mész? Mert a Tiszta Föld ez egy jó irány. Ha tényleg tudod, hogy mit jelent, és a tudati valóságát éled, ez egy fantasztikus jó irány. Ha viszont nem látod, hogy a karmád merre visz, akkor csak a duális tudatodat követed, a szeretem, nem szeretem tudatodat követed, és el nem hinnéd, hogy a tudattalanod, mely lényed 96%-a, az mennyi ilyen döntést és azonosulást tartalmaz. Meditációban kijön, például olyan állapotban, amikor a tudatos fogalomalkotást duális ítéletalkotást per megkülönböztetést, és az emlékezést felfüggeszted. Tehát minden meditációs technika arra iránya, az önképedet szépen vesd le, ne gondolkodj akaratlagosan, tehát ne alkos fogalmat, ne különböztess meg, és ne menj vissza a múltba, ne teremts alternatív jelent, és ne gondolkodj a jövőre. Akik a iránytűt ismerik, 6-os, 7-es, 8-as tudatszint kikapcsolva. Szabadon fut. Kiveszed az energiát, és meg tudsz állni. És ha megállsz, ha nem gondolkodsz, ha visszajújtsz ide, akkor már is a tiszta földön vagy. Akár van tested, akár nincs. Azért kéne még testben elintézni, mert itt még tudsz gondolkodni, tudsz beszélni, tudsz tenni mert van test. Mert a születettség, az élet állapotában vagy. Ez test nélkül nem lehet. Nincs meg a szerszámkészlet hozzá. Ezért is elképesztően értékes az élet. Hogy még itt tapasztaljuk azt, ami életen és halálon túl van. Mert az újabb leszületés teljes tudatvesztés. Nézd meg, mekkora munka megszokni a testet ismét lábra állni, enni, inni, kakilni, pisilni, önállóan, megtanulni újra beszélni. Ez egy két-három éves program. És utána az archetipikus valóságotból elkezdenek a korábbi inkarnációk tapasztalatai a felszíne jönni, serkenteni, döntéseket hozni benned, és az egészet újra meg kell látni. 18 és 28 éves korod között Éred el az önrendelkezést valójában. Ez az életednek az egyharmada, nézd meg, 28, az egyharmada. Hatalmas munka. Úgyhogy az élet több szempontból is értékes, de mint realizációs helyzet, hogy megtudd, hogy tényleg ki vagy, hogy tényleg mi az utad, utóhatatlan. Ezért is vágyjuk annyira a testetöltést. Ezért is keressük az élet célját. Ezért is keressük az utat. Úgyhogy ha ebben segíthetek bárkinek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Honnan tudod biztosan azt, hogy ez a te utad? Onnan, hogy nem akarok róla letérni, és miközben járom, közben az események azt mutatják, helyes törekvés esetén csökken a szenvedés, növekszik a szeretet és a boldogság, és én nem mindig érzem jól magam ekközben. Tehát ezek, ezek nagyon jó biztosítékok, hogy nem csak egy ilyen szellemi önkielégítésről van szó, vagy valami végzetes félreértésről, mert nagyon-nagyon komoly változásokat él át az, aki ténylegesen az úton jár. Ha mindig minden úgy történik, ahogy azt te szeretnéd. Ha mindig mindenki a te tetszésedre cselekszik és egy darab konfliktus nem élsz meg, és nem kell a saját komfortzónádból kijönnöd, akkor valami egész más történik, mint útonjárás. Oké? Okay? Okay. Tehát uh, onnan tudom, hogy nem kell emlékeznem arra, hogy tíz évvel ezelőtt ki voltam. Mert már nem fontos. Hátra tudja hagyni a kígyó a bőrét, mert leved le. És hogyha az irányt nézed, a fogadalmak megmutatják. Főként így, ebből a kontextusból, a négy bót bóthiszatva fogadalom. Tudjuk mi az? Nem, szívesen elmondom. A szenvedő lények számtalanok, fogadjuk, hogy minnek segítségére leszünk. Szunkzánzen mester mindig azt mondta, irányvétel, irányvétel, irányvétel. Tehát, hogyha ezt felbontod, hogy motiváció, szándék, célképzet, akkor nagyon világos, hogy valójában mit akarunk. Ezt nem lehet megmagyarázni, vagy leplezni. Érted? Második fogadalom, a szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadom, hogy mintől megszabadulunk. És a szenvedély az a pátosz, patetikus, szenvedélyes. Igen, ám csak a lelket megmérgezi a saját szenvedélye, és hogyha ez történik, akkor a pszichopata létrejön. De? A lélek betegsége. Tehát az érzelmek nagyon fontosak, mert ha teljesen ki akarod venni, akkor egy ilyen száraz gépezet leszel, ha pedig túl sok van belőle, akkor a pszichopátiáig el lehet vinni a szenvedélyekhez való ragaszkodás, mert akkora energia van bennük, hogy teljesen kiforgatnak emberi mi voltodból. És ezért kell nagyon figyelni, hogy a test és lélek kazányát mivel fűtöd, és hogy milyen magas lángot engedsz meg. A zenben és a buddhizmus legfőbb társadalmányaiban az ellobbanásról beszélünk, mint a szívszútra egyik nagyon fontos pontja. Tehát kitakarítjuk a kazánt, úgyhogy teljesen az összes tüzet ki, utána csak annyi tüzelő és olyan magas láng, amennyi éppen kell, mert élünk. Ha az ellobbanást nem érjük el, akkor azt hisszük, hogy az élet az úgy önmagától van. Hogy mi csak egy olyan fogaskerék vagyunk a svájci órában. De nem. Az, hogy az ellobbanást eléred, az azt jelenti, hogy visszaérsz a teremtő pozícióba, és a teremtést újra gyakorlod. A tanítások sokrétűek, fogadjuk, hogy mindent megismerjük. Ez a harmadik bútiszat a fogadalom. Ez azért fontos, mert nagyon sok ilyen veterán gyakorló telefeledkezik a saját szakbarbárságába, és azt hisz, hogy mindent tud. Nem tudhatsz mindent. Az az univerzum mindig sokkal nagyobb lesz, mint te. Sokkal több tudás lesz, mint amennyi a fejedbe fér. És ezért az alázatnak a megfelelő gyakorlása az, hogy én mindig a világ része leszek, de a világ mindig nagyobb lesz, mint én. Én tudhatok egy csomó mindent, a világ összes tudásához nem mérhető a személyes. És ezzel ki lehet iktatni a tudós hübriszét, hogy bárpedig ő megmondja, hogy a világ az micsoda. Meg miért van. Meg megmagyarázok én mindent. Meg felismertem az összes törvényt. Tudod? Hát ezeket nagyon sokszor érzed emberekből, akik nagyon okosak, és nagyon sokat tudnak, de önmagukat nem ismerték meg. És a negyedik, az út a teljesség, vagy az egyévvállás elérése, fogadom, hogy végigjárom. És hogyha eközben találsz egy nagyon jó tanítót, akkor ő sohasem kelti azt az érzetet benned, hogy te az utad végére értél. Több okból sem. Ha ez lehetséges lenne, akkor kialakulna egy fix egoitás, és akkor az lenne a legnagyobb akadály. Te beérkeztél a célba, most már leállhatsz. Nem, pihenhetsz, de nem állhatsz le. Miért? Melletted még 8 milliárd ember szenved. A lényegünk ugyanaz, a karmák más. Egyetlen nagy mezőnek vagyunk a tagjai. Hogyan beszélhetsz személyes, teljes megszabadulásról, miközben még a család nem takarította föl a legalapvetőbb karmikus akadályait sem? Hogyan lehet arról beszélni, hogy te kész vagy, és megszabadultál, miközben melletted a legordasabb karmákat követik el a szomszédházban, vagy a városban, vagy a szomszédországban? Értjük? Hát ezek a fogadalmak a fix önkép az abszolút önkép kialakulásának a megakadályozására szolgálnak. Mert ezek a fogadalmak materiálisan teljesíthetetlenek. Ezek a fogadalmak önmagukban az érzékszervi nem teljesíthetőek. Viszont az irány az nagyon jó. És rájössz, hogy te ezt egyedül soha nem fogod megcsinálni. De azokkal, akik előtted jártak, és lehetőleg utánunk következnek, így igen. Ha megnézed a Földet, mindig többen voltak azok, akik csak az érzékszervi kötésben materiális alapú életet éltek, és sokkal kevesebben azok, akik valamilyen meghaladó bölcsességben, vallásosságban, transzcendens értékrendben gondolkodtak, és hittek, és éltek. Én nem hiszem, hogy ez lényegesen változna, vagy visszájára fordulna, de az nem mindegy, hogy te melyik részében vagy ennek a mátrixnak. Szerintem ennyi elég ez. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Ott? <coughs> Tulajdonképpen soha egész életemben nem éreztem azt, hogy, hogy bármiféle területen én, én elhivatott karriert szeretnék építeni. Nincs semmi olyan terület, ami, ami az, úgy érzem, hogy az az enyém. Egyetlen dolog van, amiben mindig is úgy éreztem, hogy sokat számít a jelenlétem, és az a család, a gyermekeim, a párom, valamiféle... Ez neked így elég? Nem, éppen ez az... De miért nem? De annyira természetes... Igen, ez fontos, én, én, ezt a legfontosabb részének tartom az életnek, de valamiért úgy érzem, hogy, hogy van még valami, amit, amit le kéne tennem, ami, Hát akkor a tárgyas kérdés meditációját javaslom. Leülsz gyönyörűséges meditációs tartásban, lélegzetedet és testtartásodat figyelve befelé fordítod energiádat, és megkérdezed, mi a dolgom? Megtörtént. Nem történt Mert akkor nem tennéd föl ezt a kérdést. Elint. Hónapok a hónapokig. Tehát onnan tudod, hogy valami megérkezett, hogy felteszed a kérdést, és az elme már mozdulatlan, de mindig ugyanaz a válasz jelenik meg. Megtörtént, de mindig úgy alakult közben, lehet, hogy én magam tudat gördítettem akadályt félelemből adódó, vagy bármi okból. Megvan az a fix dolog, ami mindig is érdekelt, de Valahányszor elindultam, és, és tenni próbáltam érte, vagy egy betegség jött közbe, mm. vagy a, a, az oktatási intézmény szűnt meg, valamiért mindig, mindig jött egy olyan... Nem te Bóci Darmának az unokahúl vagy. Ő is így kezdte. <gül> <gül> nem, nem. A napján azt mondta, több mint húsz év jogagyakorlat gyakorlat után, lehet, hogy harminc is volt, hogy na, menjék Kínába. Nem beszélte a nyelvet, nem ismerte a kultúrát. Két év volt, amíg eljutott, addig megtanulta a nyelvet, és nagyon-nagyon hát nem sikerült a találkozója uralkodóval. úralkodóval. Tehát az az, az, az interjú, az tényleg eléggé aszimetrikus volt. és képzeld el, van egy buddhista uralkodó, és megkérdezi, hogy számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetes támogattam, mekkora erényt szereztem ezáltal. És a arra azt mondja, semennyi. Hát akkor mi az értelme a szentiratoknak? Végtelen tér, semmi szent, mondta Bótidal. És akkor kiáll előtte? itt van a kegyelemdöfés, Bótidal azt mondja, a fogalmam sincs, vagy nem tudom, vagy a nem tudó. Ez kínaiul mind ugyanaz. És hát ez nem volt egy konstruktív dolog, az uralkodó számára elbocsátotta Bótidar, aki kilenc évig ült a falnak fordulva Shaolin barlangjában. Tehát nem azt mondhatni, hogy ez egy ilyen sikeres Na de utána, tehát a kérdés az, hogy te mennyi energiát tettél bele? Mennyire hiszel ebben? Az univerzum mindig letesztel, mert az univerzum a saját tudattalanod kivetülése. Kicsit a tudatos énedé is, de hát az mindig kisebb. Úgyhogy két dolgot nézd meg. Hogyha tényleg leküzdöd az akadályokat, hová jutsz? Hogyha tényleg meghaladod jelenlegi önmagad ebben az irányban, kivé válsz. A kettő együtt tényleg kiadja, hogy érdemese küzdeni. Mm -hmm. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha megtanulok egy új dolgot, akkor mindig elkezdenek ostromolni olyan gondolatok, hogy ha ezt már régen is tudtam volna, akkor mennyi régben előfordult szenvedéstől meg, tudnék, vagy meg tudtam volna menekülni. Például, hogy. Uh... Én ezt elhiszem. Uh -huh. Szerinted ezt az elméd miért mondja? Nem tudom, van, -e, van egy olyan. Ön... Segítek. Igen. Önfelmentés. Most kell tudnod. Nem lehet az, hogy ha ezt korábban tudtam volna, akkor én milyen jó ember lettem volna. Nem. Most kell látnom, most kell tudnom. Gyémánc útra a legnagyobb segítség ilyenkor hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. És ezéken nagyon-nagyon itt lenni a pillanatban, rendkívül tiszta, tükörszerű tudattal, hogy ne kelljen önfelmentenem azért, mert a múltban hibáztam. Ugyanis ez a hiba, ha nem javítottam ki, az nem szűnt meg. Az most is itt van. Uh -huh. és újra el fogom követni, újra el fogom szenvedni, újra szenvedtetni fogok ezzel másokat. Tehát a múlt az csak annyiban múlt el, amennyiben nem jön be a jelenbe, és nem határozza meg a jövőt. Most kell tudnom. Most kell javítanom. És akkor egy kicsikét az ember centere úgy megerősödik, a szeme úgy kiélesedik, és látja, hogy rajta kívül lesz, senki nem tudja megcsinálni. Köszönöm. Ja. Köszönöm. Sophia. Egyéb kérdés? mennyire fontos az, hogy felelősséget tudjon vállalni az ember. A kérdés azért teszem föl, mert mind a két szülőm közel a 80-hoz képtelen szinte erre. Ő ezt, ők ezt már megtették? Öregen és gyereken, akik a szabadságukkal nem tudnak élni, mert vagy még nem képesek rá, vagy már nem képesek rá, ezeket neked számon. Mindenki saját szabadságának a mértékében tud. Felelősséget vállalni. Csak ezt az összefüggést elfelejtjük. Egy kutyáért akkor tudsz felelősséget vállalni, ha te tartod, ha te vagy a gazdája. Ha te nem tartasz kutyát, mert nem tudsz, nem akarsz, akkor az nem a te felelősséged, hanem egy másik emberé, mert más a gazdája. De mivel együtt élek velük, ezt ne elég nehéz megélni, hogy, hogy kimondanak valamit. Nincs felelősségvállalás, mutogatás van a másikra, hogy de hát ő is, és ő még jobban. Tehát, hogy hogy lehetne őket rávezetni arra, hogy igenis azt mondja, hogy én hibáztam. Az van fölött. Közel a 8-hoz, Más sehogy. Sehogy. De akkor ezt a karmát ő fogja vinni? Igen. Aha. Ha felteheted a kérdést, hogy szeretne-e változtatni ezen. De azt mondja, nagy, nagyon nagy részt azt szokták mondani, hogy én ezt már nem tudom, nekem ez már így jó. Ha viszont szeretne rajta változtatni, akkor vannak olyan beszélgetések, amelyek még ilyenkor is el tudják ültetni a helyes nézőpont magvait. De lényeges paradigmaváltásra ne számíts. Ilyenkor meg kell nézni, hogy neked, mint felnőtt gyermeknek mi a teendőd. A valódi teendőd. És, és ezt hogyan tudom önmagamtól megtudni? Úgy, hogy nagyon jól felismered, hogy milyen helyzetben vagy, mi a kapcsolat, és mi a teendő. Ez a véleményfüggetlenségnek az áloga. Azaz, na ezért kell gyakorolni minden nap, hogy a karmának ezt a kis rádrakódó rétegét, amely lerakódik, mint a guánó keményen vastagon, ezt magadról letakarítsd, és a tükör mindig tiszta legyen. És hogyha ez megvan, akkor ezeket a szavakat, amelyeknek tényleg se jelentősége, se fogalmatja, ezeket te, te konfetti el tudod engedni. És tényleg észreveszed, hogy a szüleid milyen helyzetben vannak, és mire van szükségük. És az, amit akarnak, az néha teljesen irreleváns. Amiről beszélnek, az vagy még nincs, vagy már nincs. És ekkor lehet együttérzéssel finoman, de határozottan átvágni az illúzió fájtlát, és pontosan látod azt, hogy hol vannak, merre mennek, mire van szükségük, és ez szerint cselekszel. Onnan látod, hogy ez helyes, hogy nincs sem bűntudat, sem győzelemérzés. Nem könnyű. Azt nem mondtam, hogy könnyű. Azt mondtam, hogy lehetséges. Csak csinálni kell. Belül is, kívül is azt értsd, hogy ha belül rend van, akkor kívül is előbb-utóbb rend van. De ha belül nincs rend, kívül se lesz. Teszek érte. Nagyon jó, köszönöm. Köszönöm. Egyéb kérdés? 38 éves nő vagyok, három gyermekes édesanya, Jelenleg válófélben vagyok. Az volt a probléma a házasságban, hogy a másik gyermek után, miután összeházasodtunk a férjemmel, szerettem volna ö, dolgozni. Amit valójában nem értek, hogy miért kell egy olyan anyától mondjuk a gyermekeket elvenni azért, mert hogy mondjuk nem dolgozott. És nekem csak egyetlen egy hibám volt, hogy én otthon voltam ugye a gyerekekkel, és szerettem volna én egy, egy életet. Viszont most sikerült elhelyezkednem, itt ez a lényeg. Nem. Nem de sikerült? Ez a lényeg az, hogy nem ismered önmagadat. Sajnos. Itt a három gyerek és a házasság, a férj nem volt elég, hogy az elmének a tartalmát kellő mértékben elmélyítse, és a hozdorját kitisztítsa. Ez fájni fog, de el kell mondanom, hogy ha ezt a belső magvat nem találod meg, akkor az életedet egyre lényegtelenemnek fogod látni, hogy ott tudsz teremteni, és tényleg tudsz dolgozni, és ez mind benned van, csak a kétségeid szétaprózták az akaratodat. És az, hogy most a vállás segít, vagy nem segít, ezt neked el kell döntened, de itt már enged meg, nem te vagy a legfontosabb, hanem a gyerekek. És nem is a férjed a gyerekeid apja, hanem a gyerekek hogy innentől kezdve lehet, hogy még nagyobb önfeláldozásra van szükség, és nem arra a fajta önkitejesítésre, amit a nyugat bevetít az embereknek, hogy valósítsd meg önmagad, mert ti megvalósítottatok három gyermeket. És amíg ők nagykorúak nem lesznek, addig fizikailag, érzékszervileg, energetikailag, anyagilag, tudatilag, lelkileg, minden szempontból a kettőtök kapcsolatán múlnak attól függenek. lehet, hogy kicsit konzervatívnak hangzik. De itt a miben segíthetek a legjobb kérdés. És nem az, hogy én mit akarok. Sajnálom, nem tudok jobbat mondani. Ez nem fog tetszeni. De lehet, hogy jobb irány, mint hogyha állandóan egy olyan kulcsal próbálsz meg egy ajtót kinyitni, amit nem abba teszeltek. Nem fogja kinyitni az árat. Egy újabb kalitkába fogsz bekerülni. Egy újabb férfi fogja ugyanezt megcsinálni, csak más lesz az arca, más lesz az autója. Amíg belül te nem változol, addig nagyon hasonló társakat fogsz magadhoz vonzani. Az feltűnt, hogy a tudattalan választ, és nem a tudatos. A tudatos az el van nem ettől, attól, attól amattól. Jó, hát akkor tessék belül dolgozni, tessék segíteni, és tessék az ént kiüresíteni kellőképpen. Ekkor tudsz változni, jó? Én azt szeretném kérdezni, hogy decemberben elveszítettem a kis kutyámat, sajnos, és mindvégig egy olyan érzés volt bennem, hogy olyan, mintha nem kutya lélek lenne benne. Ugatott? Ugatni ugatott, de a viselkedés. A az azért meg volt, de hát akkor... Zugotás, más Jó, volt kicsit. Miben segíthetek az eltávozott kutyádat illetően? Én, én csak azt szeretném egy picit talán így megtudni, hogy létezik-e ilyen, hogy esetleg valami régi rokon vagy valaki más született a, kérdezni a kutyádat. testébe. Így utólagosan. Képet biztos készítettél róla. Ugye, hogy sok van, és bekeretezve ott, ott van egy kép. Minden. Ugye, hogy minden ott van? akkor légy szíves, a kedvenc kutyáról alkotott képedet vedd a kezedbe, lehetőleg úgy, amikor így rád néztet belenézett a kamerába, és így be tudsz nézni a kis szemébe, így, és megkérdezed, hogy te valójában ki vagy? És így nézed. És lehet, hogy kiuglik valami, amivel sajnos már nem tudsz mit kezdeni, mert eltávozott. Tehát Ilyenkor az eltávozott állati lélekért námu amitából mandrát szoktunk énekelni. És érdekes módon, hogyha ember távozik el, akkor a dzsidzsánkból szág, sitigarba, bódiszatva mantrát szoktuk énekelni, kivéve az a zenmesternél, ahol szintén námu amitából mantrát énekelni, legalábbis a koreai zenben. És igen, megkérdeztek ilyen vágyfülű, nagyon okos tanítványok, hogy akkor most a kutya és a zenmester azonos vagy különböző tudat, hiszen mind a kettőt a námo amitából mantrával búcsúztatjuk. És erre azt kellett mondanom, hogy a kutya lelkét, a lelkecskéjét küldjük a tiszta földre, az emmester esetében mi követjük őt a tiszta földre. Mert ő már tényleg tudja, hogy hol van. Úgyhogy námo és jön a következő teste neki, neked meg, ha szeretnéd egy újabb Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. A szülő-gyerek kapcsolatról szeretnék többet tudni. Az lenne a kérdés, hogy a zen buddhizmus mit mond arról, hogy tehát nyilván van szerepem az ő tanításukban, de inkább példamutatásban, és hogy hol ismerem fel, hogy ez valójában hol kezdődik, hogy véget ére. Tehát Azért, azért érdekes ez, mert uh, ugye a családi karma a legerősebb. Tehát a konfuciánus kapcsolati hierarhiában az anya-gyermek kapcsolata a legerősebb. Semmi nem tudja ezt erőben, kötésben fölülmúlni. És nézd meg azt, hogy miért született hozzád, hogyan segítheted az útján, mennyire tudod emelni a tudat tudatszintjét és utána enged az útjára. Enged, hogy tegyen, cselekedjen, éljen, hibázzon, teremtsen, és utána meg fogja hálálni, hogyha ezt te helyesen tetted. Miért? Átérzed a lelkét, de az ő szemével ő lát. Az ő kezével ő cselekszik. Az ő útján ő jár. És akármilyen lélek kapcsolatunk van, akármennyire együttérzőek vagyunk, Mások karmáját nem vehetjük át. És ez néha pont az anyának a legnagyobb kín, hogy el kell tudni engedni a legerősebb kapcsolatot a Földön. El kell tudni engedni, mert felnőtt, és ha nem engedem el, visszamarad. Ott kezdődik a felelősséged, hogy megfogant benned, hogy akartad, és a felelősség sosem vész el, csak az ember alakul át, például elhagyjuk a testünket. De a kapcsolat megmarad, mert benne él az emléked. Te kialakítottál benne egy anya élményt, és ő ezt viszi tovább. Ugye a felelősség az, hogy hogyan segíted, és mit hagysz magadból hátra. Milyen emberré válik ezáltal. Három fontos fogalmat szeretnék itt megemlíteni. Az egyik a hitrendszer, aztán az értékrend, aztán az életrend. Ha bármelyikkel hiba van, akkor a másik kettő is szenved. Ha azt látod, hogy valakinek az életrendje nincs rendben, össze-vissza eszik-kiszik, alszik, dolgozik vagy nem, akkor az értékrendjében hiba van. Ha valakinek nagyon jó az életrendje, de az értékrendje hibás, akkor az összes precizitását, rendszerességét mindenét rossz irányban fejti ki. Ezek azok az emberek, akik ön és mások sorsának a rontói. De egyébként nagyon jó az életrendjük. Csak az értékrendjük kuka. A hitrendszer pedig az, amelyből az értékrend következik. Tehát tudtál-e a gyermekednek adni, vagy benne kialakítani, vagy általa megteremtetni itt rendszert, értékrendet és életrendet. Ez a kérdés. Ez már azért masszívan belevág a feladatába is, de ez nem független az anyától. Az anya főleg a szeretetnyelv, az érzelmek, az érzékenység terén tud olyat tanítani a gyermeknek, amit senki más. A férfi pedig a racionalitás, rendszeresség, téridő, egyéb okozatiságban. Tehát én és a Yang el is különül, meg találkozik is. Rengeteget tudunk adni egymásnak és kapni egymástól, ehhez képest az idő elképesztően rövid. Elképesztő, hogy mennyire kevés időt töltünk egymással. Érdemben még kevesebbet. Egymásra utalva relatíve többet. Úgyhogy tedd a dolgod, mint anyuka, mert véges az idő. Nézd meg, hogy a gyerek kivé válik általad és csiszolj rajta, tehát csiszolj magadon. Jó? Köszönöm. Szívesen. 15 éve elvesztettem a szaglásomat, tehát az orgona illata, az eső után a föld illata, tehát a csodálatos illatok, és rendszeresen ráégettem akkor az ételeket, tehát az első, amikor füst jött ki a gáztűzhelyből, tehát szörnyű volt hogy hogy nem érzem. És a kérdésem az, hogy Visszakaphatom-e valaha a szaglásomat? Nem tudom megmondani. Mert ez egy humán diagnosztikai kérdés. Nem vagyok orvos. Tehát, hogyha vannak emlékképek a szaglásról, hogy esetleg a hittel, vagy a szellemmel, vagy a tudattal, vagy akár hogyan is. Nem tudok rá hiteles választ adni. Kérlek, kérdezz a zenről, az utonjárásról, a meditációs praxisról, ezt úgy kapizsgálom de ilyen esetben teljes felelőtlenség lenne bármi egzaktat mondanom. Ehhez nem értek. Jó, köszönöm szépen. Kíváncsi. Nagyon kezdő vagyok, úgyhogy ilyen abszolút alapkérdést fogok kérdezni, hogy a tantián például egy konkrét pont, azt én megérzem, hogyha oda koncentrálok, vagy nem, meg igen. A tenyeredet ráteszed a köldöködre. Igen. És a tantienben lélegzel, mely únyival van kb. a köldök alatt és beljebb is. Uh -huh. Akkor ilyen hőjelenséget fogsz tapasztalni. Uh -huh. Ez nagyon jó érzés. Uh -huh. És akkor egy darab feltételezem, hogy azt kell gyakorolnom, hogy a tudatom nem mozogjon, és ezt. Legyen a... jelen először. Uh -huh. Igen. Igen. Nem megy rögtön az a nem moc Nagyon sokáig motorol az. Ez a gyanú. Ne, a tíz a történetet. Ott nem az első képen van az, hogy ül a bikán, kötél már csak szépen rá van téve a bikának a marjára, és, és teljes harmóniában mennek, és ilyen szépen vezéli az egészet. Ez mondjuk az ötödik. Tehát ahol most vagy, az meglátod a bika nyomait. Ja. És utána jön a küzdelem, hogy ugye a, a kötelet beleteszed a nyakába, és kiközöd egy fához vagy egy hoz, és innentől kezdve a kötélnek, uralomnak erősebbnek kell lenni, mint a karmának. Tehát akkor kezd el a bika kicsikét időlni, amikor a feje és a két első lába már kifehéredett. Tehát valamiféle bölcsesség, valamiféle relatíve felébredettebb tudat van, és a két első lába az az irányvétel, a szándék. Megváltozott már a szándék, mert valamennyi bölcsességet tapasztaltál. Ez mind eljön az úton. De rögtön nem. Tehát mocorogni fog az még, nem is keveset. Hogyha valaki azt mondja, hogy én gyakorlok egy meditációt, kezdettől fogva csak emelkedett, nyugodt tudatállapotot tapasztaltam, és semmi mást, akkor azt mondom, hogy sajnálak. Mert valójában nem gyakoroltál semmit, valamiféle relaxációs, autoszuggesztiós technikát tanultál, és ezzel elmentél a saját karmát fölött 12 ezer méter magasan. A praxisunk egyrészt a látó, jelenlévő, tiszta tükörszerű tudat újra megtalálása, erősítése és letisztítása, valamint karmának a találkozása ezzel a darmával, hogy igenis merj ezzel a tükörrel látni. Hidd el, nem szépségek vannak belejtve az állajabizsnyán a mélyre tárház tudatodban az összes traumád, önképed, boldog és boldogtalan perced, amivel azonosultál, az ott van. Ahol eloldoztad az azonosulásnak a kötelét, az el tud múlni. Ki tud ördülni belőled. Attól meg tudsz tisztulni. Nem egy végtelenre töltött zsák vagyunk, hogy amit te bármikor is láttál, hallottál, szagoltál, tapintottál, ízleltél, gondoltál, éreztél, mondtál, tettél, az mind megmarad. Hát szétmenne a kis fejünk. Nem bírna tárolni az adattömeget. Nem. A ragaszkodás, azonosulás és duális viszony köti meg az emléket. És ez aztán nagyon tud mozgatni. És hogyha egyszer csak itt a pillanatban te megpróbálsz jelen lenni, nem mozdulni, akkor minden előjön. Minden. És hogyha valaki azt mondja, hogy hát, hogy én megpróbáltam ezt a de kicsit most tanástalan vagyok, mert, mert nekem úgy úgy jó meditáció mostanában nem volt. Volt, amikor úgy szépen sütött a nap belül, de egy csomószor azt érsz, hogy nem is tudok meditálni, csak így törekszem, törekszem, és így, így jön a lavina belülről. Nem mondom, jó irány minden oké. Okay. Úgyhogy csak Tedd. és az a jó, hogy itt györökön van csoport. Igen. Bezonyám, és hosszú távú fenntartóinak legyen hála, lehet Balaton györökön zent gyakorolni. És erre lelkesítek mindenkit, aki ezt szeretné. De aki nem szeretné, az nehogy gyakorolja. Nem jó. Szeressed. Úgy kell. Akarjad, és akkor a tiéd. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Odhátul. Én biológiával szeretnék foglalkozni, és imádom is ezt az egész témakört, mindent. Viszont paradox módon, amikor olvasok róla, vagy, vagy tanulom, vagy, vagy éppen én magyarázok valamit, borzasztóan elkezdek izgulni, meg, meg stresszelni. De mitől? Nem tudom. <laughs> Igazából ilyen teljesítménykényszernek érzem valahol, hogy, hogy abban szeretnék a legjobb lenni, hm. és, és ezáltal ez rendkívül stresszel engem. Nem is és... stresszel. Jól érted a szöveget? Igen. Biztos vagy ebben? Attól függ, milyen szöveget. Na látod, ha olyan szöveggel találkozol, amelyet nem biztos, hogy jól értesz, akkor ha embertől hallod, akkor kérdezd vissza, jól értem, hogy, és elismétled. Vagy pedig az írás is az sokkal könnyebb, elolvasod újra, kiderül, hogy teljesen másképp érted másodjára, mint elsőjére. Amikor pedig visszamondod az embernek a kérdés után, kiderül, hogy teljesen más gondolt. És akkor megkérdezed, hogy mondja el még egyszer másodjára is elmondja, és visszakér, hogy jól értem, hogy? És elmondod, ami így felfrissülve megmaradt benned, és ezáltal Szókratész unoka húga leszel, aki az egész görög fiatalságot Krisztus előtt olyan 400-450 környékén ezen a módon tanított, és az őrületbe kergette az egész gondolkodó társaságot, mert kiderült, hogy senki nem tud semmit. Valójában mindenki a saját gondolati illúziót dobálja le és föl, és hogyha betesszük a pillanat Petrics akkor csak a téves nézetek szaporodnak. Legalábbis ez derült ki, és ez nagyon nem tetszett az ottani elitnek, mert ott azért valami szilárdítani, rendre kell itt tanítani, és amikor megkérdőjelezett bizonyos dolgokat, hogy jól értem, hogy kiderült, hogy mindenki másképp tudja. A tudomány, mint objektív, Kísérletileg igazolható, megismételhető igazságok gyűjteménye, ezért egy rendszer, nem pusztán egy megérthető szöveg, korpusz vagy tudás. Tessék visszatérni a tapasztaláshoz, ahhoz a forráshoz, ahonnan az a szöveg keletkezett. És akkor önálló leszel, teljesen autonóm, meg tudtad ismételni a kísérletet, és neked is ugyanaz jött ki vagy más jött ki, vagy másképp fogalmazod az eredmény. De ne függj mások szavaitól és megfogalmazásaitól, informálódj amennyire lehet, tégy föl ellenőrző kérdéseket, amennyire bírja a másik fél, utána pedig légy önálló, és hoz létre valamilyen önálló területet, eredményt, novumot, és akkor érzed, hogy valójában ezek a szavak ezek fontosak a kísérleti leírások fontosak. Ezek a könyvek így egyre szaporodnak, így már több könyvtárnyi tudomány van. Ezek fontosak. És ez 10 A 90 százalék, amit teszel, tapasztalsz, kísérletezel, új paradigma, vagy a réginek a meghaladása, így már izgalmas, és nem stresszes. Mert teszed, mert tapasztalod, mert közben önálló vagy, és nem vagy mások értelmezésére ráutalva. Jó? Köszönöm szépen. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, a ma esti jelenlétet Balatongyörökön. köszönöm, hogy az Amitáfa közösség tagjai eljöttek, és megtisztelték jelenlétükkel a ma esti tanítást, és kívánom azt, hogy minél többször hozhatjuk felszínre a darmát közösen, Járjuk együtt a gyakorlás útját, érjünk el egy felébredettebb tudatállapotot, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!